Vannak víztározók, amelyek már 5-6 éve üresen állnak a térségben, a csatornák többsége pedig évről évre kiszárad nyár közepére. A vízhiány évek óta gond a felső Tiszavidéken, a legsúlyosabban Nyírségben a helyzet. Folyamatosan csökkennek ugyanis a vízszintek, egyre kevesebb csapadék esik, miközben a párolgás mértéke jelentősen növekedik. Régi tervennek a problémának a megoldása. Legalább 10 éves törekvésünk, hogy felhívjuk a döntéshozók a kormány figyelmét arra, hogy milyen probléma van a Nyírségben. Ez a helyi vízügyi szakemberek előtt régóta ismert probléma, illetve meg a megoldásra váró feladat. A mai Magyarország területén a Nyírség a leginkább az időjárási szélsőségnek kitett terület. Ebben közreműködik az is nyilvánvalóan, hogy a vízhasználtása nem megfelel ennek a homokhátságnak, hiszen itt is egy homokhátsági területről van szó. Ide pótlagos vizet kell vezetni. Erre nyújthat megoldást az a terv, amely a következő 2 évben készülhet el 2,8 milliárd forintból, egy közelmúltban született tanulmány alapján. Az erről szóló kormányhatározat december elején jelent meg. A megyeházán kedden tartott sajtótájékoztatón történelmi jelentőségűnek nevezték azt a munkát, amely majd a tervezés követően várhatóan 2023-ban indulhat el, mint egy 2000 négyzetkilométeres területen. Ebben nagy szerepe lesz a térség vízügyi igazgatóságának. A vízügyi igazgatóság adataival, tudásával támogatjuk a tervezőket mindenben, és utána nyilván egy üzemeltetési feladat következik, hiszen egyrészt a meglévő csatornarendszeren fog ez a víz lejutni a felhasználás helyszínére, a vizeket vissza kell tartani, ezáltal a talajvizeket is tudjuk emelni, szabályozni, szét kell osztani a felszíni tározókban, ez nyilván egy vízügyi feladat, egy szervezetnek lesz a feladata, és hát a vízpótló szivattyú rendszernek a működtetése is komoly feladatot igényel, annak a időpontját meghatározni, mikor indítunk, milyen mennyiséggel, tehát nagyon összetett, bonyolult feladat áll előttünk. Ennek részeként elsősorban a Tiszából pótolnák a vizet a szárazabb területekre, ehhez pedig szükség lesz a jelenlegi csatornahálózat átalakítására, bővítésére, valamint a tervek szerint több mint 10 új víztározó építésére. A víz szivattyúzását egy napelempark által termelt zöld energiából oldanák meg. Mintegy 350 helyen tervezik visszatartani a vizeket, összesen cirka 13 millió köbmétert. Emellett egy monitoring hálózatot is kiépítenének, és ingatlan rendezésekre is szükség lesz a munka során, melynek teljes megvalósítása több 10, akár 100 milliárd forintos is lehet. A beruházás ipari jelentősége mellett elsősorban a mezőgazdaságban érezteti majd pozitív hatását, ennek megfelelően számítanak is a gazdák segítségére a probléma orvoslásában. Ha télen gondoskodnánk arról a környezetének a fertőtéséről, akkor már maga ez másfél hónappal meghosszabbítaná azt az időszakot, amikor még a növények nem küzdenek ezzel a mostani március végére, április elejére ki, száradnak ezek a csatornák, és természetesen kiszáradnak a környező mezőgazdasági területek is, és már a vetés után alig tudnak kikelni, annyi csapadék nincsen a talajban. Ez szinte konzerválható, ha télen jó fertőtjük a talajokat, és olyan technológiákat alkalmazunk már a talajművelésnél is, hogy a talajművelésnél már biztosítjuk azt, hogy az a téli csapadék bejusson a mélyebb talajokba is. Mint elhangzott, a vízgazdálkodás fejlesztése, amely a megye legnagyobb beruházása lehet a közeljövőben, Szabolcs-Szatmár-Berek fejlődését is meghatározhatja a következő mintegy 20 évben.